Tamási város önkormányzata kitüntető címeket adott át ünnepi testületi ülés keretében, ami mára már évtizedes tradíciónak számít. A díjátadón 7 kategóriában osztottak elismeréseket. A Tamási ifjú tehetséget címet az kapja, aki tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez. Kárász Gergő Benjamin számára megtisztelő volt a díj. Ugye én most már egyetemre járok, ide jártam általános iskolába. Énekkartól kezdve a néptánc csoportig nagyon sok minden iskola melletti tevékenységben vettem részt már általános iskolás koromban is, majd gimnázium és egyetem folyamán is folytattam ezeket a főleg tanulmányi versenyeket, illetve néptánc és egyéb tanórán kívüli tevékenységeimet. Most egyetem mellett főleg versenyautóépítéssel, illetve egyéb tanulmányi versenyeken való részvétellel próbáltam így megerősíteni a tanulmányaimat, szakmai tudásomat, és ezekért az eredményekért kaptam ezt az elismerő címet. Az eseményen a pedagógusok munkáját is elismerték. Büszke vagyok erre, hogy azok, akik ma átadták nekem a díjat, mint tanítványaim voltak. Sőt, 2 férfi, az alpolgármester meg az alpolgármester az én kézilabda csapatomban játszottak. Tehát elég régóta vagyok a pályán, 1984-ben kerültem ide testnevelő tanárként, de én mindig is kihívásnak tekintettem azt, hogy egy iskolát, egy intézményt vezessek, ezért ez is nagyon fontos állomás volt az én életemben, nem csak a pedagógus pálya, hiszen így egy tanári közösséget is kellett irányítanom, illetve mindig az innovatív gondolatok forogtak a fejemben, és ezért és az intézmény fejlesztésben is nagyon nagy szerepet vállaltam, nem csak a pedagógiában, illetve edzőként is sokat tevékenykedtem, mint kézilabda edző, aztán váltottam, teniszedző is voltam, illetve a sítáborokat 30 éve szervezem. Tehát a sport így az életemé vált, és arra vagyok büszke, hogy a rengeteg testnevelő tanár lett az én kezem által, illetve hát nagyon-nagyon sokan megtanultak síelni, teniszezni, úszni, és sok sportágban jeleskednek a volt tanítványaim. A város kiváló sportolókkal büszkélkedhet. Fenyő Dániel súlyemelő szeretné Tamási hírnevét tovább gyarapítani. A díj sokat jelent számára. Nekem rengeteget jelent, hiszen így is érzem, hogy elértem valamit, és rengetegen támogattak ebben. Azt érzem, hogy elértem valamit itt Tamásiban is, nem csak kívül, így az országban, vagy a nemzetközi szinten. A rendezvényen összesen 18-an részesültek kitüntetésben.